Pontosan 3 hónap kényszerszünetet követően holnap reggel megnyílik a paradicsombánya. Az üzemeltetők felkészülten a járványügyi intézkedések betartásával várják vissza a látogatóikat. A paradicsombánya kapuit március 13-án zárták be. 3 hónap kihagyást követően egyelőre téli üzemmódban működnek. Reggel 8 óra és délután 4 óra között látogatható a bánya, a napi utolsó belépés 3 óra előtt 10 perccel lesz. Rákészültek a várt nyitásra, gondoskodtak az előírt kötelező intézkedések betartásáról, biztosítanak a bánya képviselői. A bánya kitakarítva, fertőtlenítve, lemosva a falak, lemosva a padok, a padló, minden rendben van téve, a járatok letisztítva. Gondoskodtunk persze a törvény által előírt kötelező készfertőtlenítőt. A padozatokra mindenütt felragasztottuk a 2 méteres távolságot, padokat, asztalokat szétszedtük lent a bányából. Most már nyugodtak vagyunk. Elvileg részünkről minden rendben van, szeretettel várjuk a turistákat. Természetesen mind a bányában, mind az utasokat leszállító autóbuszon kötelező lesz a védőmaszk viselése is. Az autóbuszra csak testhőmérsékletmérés után engedélyezett a felszállás. A játszótereket egyelőre még zárva tartják. Az idegenvezető híradónknak elmondta, a 3 hónapos leállás jelentős bevételkiesést okozott, hiszen naponta több ezren szokták látogatni a bányát. A tiltás főként azokat érintette kellemetlenül, akiknek légúti kezelés miatt kellett volna oda menniük. Hozzátette, nem csak ők, a bánya képviselői, hanem az egész község örül annak, hogy megnyílik a Sóvidék nevezetessége, és remélik végre visszarázódhat az élet a megszokott kerékvágásba.